Sziasztok, én Dani, nem. Ez pedig itt egy újabb gameplay, mint látjátok. Az Avakinnek-fa fogunk játszani, ami éppen várunk, hogy betöltsön. Én már csináltam magamnak karaktert, sőt, a házamat is elkezdtem építeni, de nem baj. Remélem. De hogyha szeretnétek, akkor csinálok majd egy új Avakin Life karaktert, és akkor azt majd ma is mutatom, ahogy elkészítem. Picit lassú, de ez legyen legkevesebb. Igen, ilyenkor bekapcsol ez a zene, amit bocsít, de én most lehalkítok. Sőt, le is nyomítok. Mert engem idegesít. Picit lassú, nem kell kívánni. Csak nekem. Halljátok, nem tudom, mi történt, de elkezdődre betölteni. Fogalmam sincs, mi történt, de... Majd betölt. Valamikor? Megint. Ez most csak szórakozik velem? Vagy mi? Majd jelentkezem, ha betöltött. Betöltött. Nem kell új. Hopp. Jaj! Mire nyomtam rá? Szeljük le. Ahó, valaki. Estek selfie. Ó! És jó helyek vannak itt. Mindjárt bemutatom az én cuccaimat. Na szóval van egy ilyen édi kis cicám, és van egy kis kutyám is. Ezeket most nem mutatom, mert csak a kis cicát, mert ugye most az van velem. És így néz ki a karakterem, én készítettem ugye el. Szőke és hosszú, hát egész hosszú hajam, én is van kettő tetkója. És külön én raktam rá, a neve pedig Shy. Mindegy, leírom a bírásba. Ha esetleg szeretnétek, akkor majd lent lesz a leírásban a nevem. Annyira cukja a cicám. Na de mindegy, ugyanis egy pici változtatást akartam végezni a karakteremen. De ugye lány, és annyira cukja, amikor ül a cicám. Van a kutyusom. Hoppá. Vissza. Szóval most hazamegyünk. Azt hiszem, menjünk haza. Ja, ott van. Rosszra nyitottam rá. Mert csak ma töltöttem még le. És kicsi, hogy elég így. Most megyünk haza. Pár dolgot már csináltam a házamon. De még azért nem sokat. Szóval igen, én néz ki a házam. Szóval menjünk be. Ó, ezt tudok. Ja, és igen, megvettem egy másik helyet is, csak az elég ijesztően néz ki. De azért majd azt is mondhatom. Bocsánat a háttérzajokért, csak most itt vagyok a szüleim szobájában, és ők meg a konyhában vannak, és csak egy fal választja el, szóval van egy pici zaj. Szóval igen, na azt a részt, azt én csináltam meg. Hoppá, éljünk le. És ebben a részben szeretnék bemutatni pár dolgot. Innen nem látod a tévét. Ülj le oda. Oda. Ne, azért. Innen tudod nézni a tévét. Ami amúgy nincsen bekapcsolva, mert nem tudom, hogy egyáltalán be lehet-e kapcsolni, de mindegy. Ja, csak a lámpa volt, oké. Oda nem mehetek be. Vagy itt van ez a tök jó játék, és nem mehetek oda be. Tudom. De gondolom majd, hogy lépek talán oda is bemehetek. Ugye ott le tudok ülni, de most bemutatom. Kicsavarom szerencsétlennek a nyakát. Na, menjünk már.
Szóval mindegy. Oda megpróbálok bemenni. Átment a falon, oké. Még csak egy ágy van, de szeretném, hogyha videós lenne, és lenne egy kis videószéke, és gamer lesz, azt hiszem. Még nem biztos. Gondolom lefagyott a játék. Igen. Mutatom az állataimat. Ugye van ez a kutyám, és ez a cicám. Rengeteg más állatom is lehetne, de... Nekem jó ez a cici és ez a kutya. Szerintem nagyon cukik. Megkeresünk. Én angolra állítottam be a játékot, ugyanis a többi nyelv az... Hát a többi nyelvet annyira nem értettem volna meg. Hú, de le van fagyva. Hú, de le van fagyva. Megfordítom. Az egyik kezem, egyik ujjammal fogom, a másikkal pedig fordítom. Ez oda jó is lesz. Aztán kell nekünk még egy asztal. Ezek annyira nem jók. Vegyünk valami jó asztalt. Nekünk ugye egy íróasztal kellhetőleg. Valami ilyesmi, ez ugye mennyibe kerül. Kilenc. Hát, jó. Vegyük meg. Ennél kevés lett a pénzünk, de nem baj. Igen, itt jó. Igen, itt jó. Oké. Ugye így ezt tudom csinálni a lokkal, és ez a move. Bocsánat, átmentem a falon. Igen, a játék szokott ilyesmiket csinálni. Jézus, csinálok. De már is visszamegyek. Megyek a falba. Ja, igen. Egy meg is nézzük. Akkor pedig kanyarodni. Hát az ott egy picit messze van tőle, lehet a széket egy picit közelebb kéne vinni hozzá. Így jó. Igen, így jó, oda majd gondolom el tud ülni. Oké. Okay. Vagy lehet a széket hátrébb kéne vinni. Ide. És ezt is közelebb vinni. És itt több lenne a helyünk. Kezdem megszokni. Na, le kéne festeni. Szerintem. Én a falat szeretném lefesteni. Ilyenre. Akkor izét rakunk. Mindenhova. Mindenhova. Oda is. Aztán oda is. Több helyre most nem, de még a szobájába. Hol a szobája? Ember, mit csináltam? Sáve. Oké. Okay. Oké. Okay.
Nyugi van. Jó, megpróbálunk átmenni a falon. Ez eddig olyan jól működött, hogy nyilván át tudunk menni a falon. Csak nem látjuk a karakteret. De most már látjuk. Ülj le. Ülj le, mert új a széked. Nem érti meg, hogy üljön. Üljön már le. Sit down. Ülj le, kérlek. Nem tud leülni. Ez a baj, hogy nem fér hozzá a székét. De, hozzáfér. Oké. Itt lesz az íróasztala, ugye? Ez lesz az íróasztala. És szeretném, ha videós lenne. Vajon lehet a videós? Mindegy, csinálunk egy képet rólad. Selfie-t. Szeretném, hogy a tetkód benne lenne. Úgy legyen, hogy a tetkód legalább egy picit benne legyen. Ez így jó. Ugye így le tudjuk fotózni. Nem kell nekünk. De semmi más, csak ugye, lefotóztuk. Ennyi. Oké. Most én semmilyen hangulatban van, szóval mindjárt megpróbálom felvidítani. Na de most ugye csináljuk tovább a házat. Ennyi ideje, mert a videó 11 perce. Oké. Ez nem kevés. Oké. Az ott jó. Ne akartam festeni a falakat. Jaj. Tudu. Hogy is? Jaj. Oké. Fordulj meg, de nekünk ezt kell. Szeretném, ha jelenne itt a fal, ott a fal, valamint szeretném, ha itt is jelenne. Nem, ilyen. Szóval szeretném, ha ilyen lenne, mondjuk, hol legyen még ilyen a fal. Oda. Ha. Nem érzékeli a kezem. Nem tudom. Mindegy, most két helyen jó lesz. Szerettem volna megváltoztatni. Annyira nekem nem tetszik ez a padló, de ez már sokkal jobb. Igen, szeretném oda is ezt tenni. Oké. Okay. Jó. Ez így tök szép. És háve. Ez az ment is. Azt úgy tűnik, hogy nem tudom megcsinálni szép színesre, pedig tök jó lenne. Szeretném, hogyha bemennél oda, kedvesem. Na igazából erre a részre csak ennyit terveztem. Ennyi. Na, találkozunk legközelebb. Addig is sziasztok!